Már több mint 70 áldozata van a dél zavargásoknak. Az ország korábbi elnöke Jacob Zuma bebörtönzése miatt feldühödött tömeg, kedden több városban összecsapott a rohamrendőrökkel és boltokat fosztottak ki. A hatóságok az elmúlt napokban 1200 embert tartóztattak le. A helyzetet szigorú ellenőrzés alatt tartjuk, így biztosítjuk, hogy az ne romoljon tovább. Nem engedhetjük meg, hogy bárki gúnytűzön a demokratikus állapunkból. Utasítottuk a bűnöldöző hatóságokat, hogy kettőzzék meg az erőfeszítéséket, hogy meg tudják állítani az erőszakot. To stop the violence. A Kvazulu Natában és az ország legnagyobb városát, Johannesburgot is magába foglaló Gautengben kitört zavargások alatt. A halálesetek többsége fosztogatások közben következett be. A dél-afrikai hadsereg 2500 katonát vezényelt ki a rendőrség megsegítésére. Az országban évek óta nem alakult ki ilyen anarchikus helyzet. A tisztviselők szerint az emberek élelmiszert, elektromos készülékeket, szeszes italt és ruhákat lopnak el az üzletekből. A 79 éves Jacob Zuma a múlt héten kezdte 15 hónapos börtönbüntetését, amelyet azért szabtak ki rá, mert bírósági idézése ellenére sem volt hajlandó megjelenni a korrupciós ügyeit vizsgáló bizottság meghallgatásán. A volt elnök, aki 2018-ban pártja nyomására távozott a hatalomból, tagadja a bűnösségét.